Mi hazánk november végén nyújtotta be azt a javaslatot, ami alapján új rendszerben kellene megtartani a budapesti választásokat, az önkormányzati választást, polgármesterek helyett csak listáról bejutó képviselők lennének, és szavazat arányosan osztanák el. Novák előd a mi hazánk alá ennek a vendégem. Jó kívánok! Jó Ön benyújtott egy módosító javaslatot is hozzá, eh, ahhoz kötni, hogyha több jelölő szervezet szeretne együtt indulni, akkor nehezíteni nekik ezt a dolgot. Miért? Mi alapvetően egy igazságos rendszert szeretnénk, és a 2014 előtt hatályos rendszert léptetnénk életbe, ami egy arányos és ilyen értelme demokratikusabb rendszer. Nagyon érdekes, hogy azok a balliberális pártok, amelyek a jelenleg hatályos szabályozás bevezetésekor diktatúrát kiáltottak, alkotmányellenesnek minősítették a jelenleg is hatályos rendszert, azok mára immár haszonélvezőiként, inkább immár támogatói, védelmezői lettek ennek a szerintük korábban alkotmány jelenes, mai napig hatályos rendszernek. Mi ezt szeretnénk megváltoztatni, szerintünk továbbra is alkotmány jelenes, igazságtalan, aránytalan. Tehát kétségkívül elismerem, hogy a mi érdekünk is, mert nekünk például a parlamentben is, hogyha arányos rendszer lenne, akkor nem 6, hanem 12 fős frakciónk lenne a korábbi választási eredményünk alapján, és pont ezt célozza a két javaslatunk, mert egyébként az országgyűlési választási rendszert is ugyanennek a, 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 a igazságos ságnak a jegyében szeretnénk megváltoztatni. Ha több mert... pár szeretne listát állítani, akkor ön azt szeretné, hogy? Mi azt szeretnénk, hogy a korábbi szabályozás szerint mondjuk három párt esetén 15%-os küszöb legyen, és ma nyújtotta be, nyújtották be a kormánypártok névtelenül, nem tudjuk, hogy ki van-e mögött, de úgy kaptuk meg a hivataltól a módosító javaslatokat, hogy egyetlen egy érdemi módosítás van, ez pedig az, ami eredeti javaslatunkhoz képest, amit elkezdett tárgyalni az országgyűlés, hogy például három párt esetében a 15%-os küszöb csökkenjen 5%-ra. Ez fájó számomra egyébként, hiszen ez egyértelműen a balliberális pártokra van szava, ott merül föl, hogy összefog két, három, négy párt, és az, hogy nekik megkönnyítsük a bejutását, hogyha egyszer 5%-os küszöb van egy pártnak, akkor azt gondolom, hogy úgy korrekt, hogyha két pártnál 10, három pártnál 15, ahogy eddig is volt, és nem tudom, hogy mi van a háttérben, milyen paktum köttetett, vagy miért kell ezeknek a fél százalékos pártoknak a kedvében járni. Ugye a mi javaslatunk az azt célozza, hogy a fél százalékos párbeszéd budapesti túlhatalmának is véget vessünk, mert ez egy abszurd, hogy a főpolgármestert, polgármestert, fél tucatnyi alpolgármestert adhat Budapesten egy támogatottság nélküli párt. Jó, tehát az önök javaslatának tulajdonképpen az lenne a célja, hogy Karácsony Gergely nehezebben lehessen újra főpolgármester? Nem személyre szabjuk, mi egy olyan alapelvet rögzítünk, ami alapján egy igazságos választási rendszer jöhet létre. Azért onnan indítanánk az egészet, hogy legyen az egész országban igazságos választási rendszer. Ugye országgyűlési választáson a Fidesz soha nem szerzett még kétharmados társadalmi felhatalmazást, ilyen választói eredményt. Ennek ellenére mindig kétharmadnál nagyobb parlamenti többsége volt. Ez a torz választási rendszer miatt van. Ezt is szeretnénk megváltoztatni, demokratikus, igazságos irányba, hogy minden párt a társadalmi támogatottságának, a választási eredményének megfelelő számú mandátumhoz jusson. De, de ez pont ön mondta, is. hogy a baloldalra jellemzőek a törpe pártok, tehát akkor a baloldali pártoknak nehezíteni meg. Hát, hogy hol, mikor, kinek ez változik, de azt gondolom, hogy nem helyes az, hogyha az álláspontjukat úgy változtatgatják, ahogy épp az érdekeik kívánják. Ez nálam a jobbiknál nagyon nagy ö, ö, csalódás volt, hogy a jobbik is ilyen pártá vált, de tulajdonképpen most a mi hazánk mozgalmat leszámítva az összes párt megváltoztatja az álláspontját. Előbb említettem a ballibrális pártokat, na de hát a Fidesz most azt a módosító javaslatunkat ké készül ugye támogatni, ami visszaállítaná a korábbi rendszert, amit ők változtattak meg. És most, most a saját változtatásokat helyeznék hatályon kívül, mert úgy tűnik, hogy a tarlósféle többség már nincs meg, most már másnak van meg a többség, akkor nehezítsük meg az ő dolgukat. Nem helyes az, hogy ilyen Kubatov Gábor politikai boszorkány konyhájába, vagy nem tudom, hol hozzák az ilyen döntéseket. Szerintem hozzunk egyszer s mindenkor egy igazságos döntést, ezt lehet még bőbb fél évvel a választások előtt szerintem teljesen egyértelműen igazságos irányba egyébként mindig lehet módosítani, az mindig egy üdvös dolog, és utána emellett tartson ki minden párt, szerintem az a korrekt, nem hogyha köpönyegforgató forgató módon változtatgatják az álláspontjukat. Tehát ő most itt értetlenkedik, hogy miért próbálja fölpuhítani a Fidesz, de hát önöket közben azzal vádolják, elsősorban a baloldalon, hogy önök a Fidesz által lediktált törvényjavaslatot adták be, akkor ezek szerint nem egyeztette Kubatov Gáborral? Hát ez egy olcsó narratíva. Gyéri, mert azt mondja, olyan hogy olyannyira nem, Fidesz hogy... diktálta. Ez olyannyira nem, hogy ma az országgyűlés hivatala egy 10 pontban álló kodifikációs módosító javaslatokat fűzött a mi javaslatunkhoz. Tehát nem elégedettek az általunk benyújtott javaslattal. Pedig még egyébként elemzők is azt mondták, hogy rendkívül kreatív mi hazánk, és alaposan kidolgozott javaslat. Karácsony a Gergés ]ben. ezt mondta, egy profi javaslat, csak nem önök é, írták, hanem Fideszes hát Egyébként annyiból, annyiból nem mi írtuk, hogy a 2014 előtti hatályos szabályozást ültetnénk vissza. Tehát igazából Ctrl-C, Ctrl v készült a javaslat döntő része hiszen mi a már egyszer Magyarországon működött rendszert szeretnénk érvénybe léptetni, ami egyébként jelenleg is a vármegyék esetében működik. Tehát a 19 vármegyébe arányos listás választás van, egyedül a fővárosban van ilyen abszurd helyzet, hogy például egy fél százalékos párbeszédnek ilyen elképesztő túlhatalma lehet. Ennek valóban véget szeretnénk vetni. Hát pont ön említette a jobbikat, a jobbik azt mondja, hogy ennek a javaslatnak nem az igazságosság a célja, hanem a választások befolyásolása. Mónázsot azt mondta, hogy nehezen olvasható másképp, mint egy kínos erőködés, hogy hogyan lehetne nagyobb kárt, minél nagyobb kárt okozni a baloldal. Hát szerkesztő Volt ilyen a fejükben? Nem, minket alapvetően, bár nem tagadom, hogy nekünk is az érdekünket szolgálná mind országgyűlési, mind önkormányzati választási rendszernek az arányosabb átétele, de minket az igazságosság egy arányosabb választási rendszer létrehozása motivál, és az, hogy ki mit mond, vagy inkább mondott, az még érdekesebb. Tehát, hogyha elővesszük azokat a 2014-es megnyilatkozásokat a jelenleg is hatályos törvényről, akkor nagyon érdekes, hogy például a Ágnes úgy fogalmazott a törvény vitájában 2014-ben, hogy ez egész egyszerűen választási manipuláció, hova tovább csalásnak nevezném. Ami most hatályos, amit most ők védelmeznek. Azt is mondta, hogy itt nem fog érvényesülni a választók akarata, ez egy nagyon aránytalan és antidemokratikus rendszer. Hát ezt mondta Kuhámi Ágnes, és azt gondolom, hogy ehhez képest a mi hazánk mozgalom a saját programja szerint nyújtja be a képviselők visszahívhatóságának ö, 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 alapvetését, a mentelmi jog eltörlését, a szavazati jog írni, olvasni tudáshoz kötését, vagy azt, hogy kötelezzük a pártokat programírására, miniszterelnök jelölti vitára. Tehát számos olyan alapvetésünk van, mint a államfő nép általi közvetlen megválasztása, ami elvi alapokon nyugszik, nem pedig a pillanatnyi hatalmi érdekeinket nézzük. Hát lehet, hogy először meg kellene nyernünk önállóan egy választást, és akkor Én ezt azzal, dolog, keresztül lehet nem is lehet komoly hatással lenni a társadalomra. Itt az első manügy óta, és egyébként is, vagy Toroszkai László által még 2015-ben javasolt határkerítést nézzük, ami megépült végül. Tehát hogy nagyon sok olyan javaslatot tehetünk, szerintem ellenzéki képviselőként is, amivel tudjuk valamit a politika napirendjén változtatni. Köszönöm szépen. Ez a mi küldetés. Novák köszönöm. előtt, köszönöm, köszönöm szépen.